guest heads. Lehet pumpálni a merizmot is. Pumpál csak. Mert annyira vékony a bőrőt, annyira kevés a zsír alatta, hogy lehet látni, hogyan mozog az izom. Tehát jól leáltat a súlyt. Mehet a páros biceps még egyszer. Jó, ez a vegyes, amit mutattam neked, hogy ez marad fönt, és akkor az azzal a biceps még emellett. Tehát úgy. Jó, na fesz is rá erősen. Jó, még egyszer fordítva. Még magasabban, magasabbra. Jó, oké. Jó, a mell, húzd össze csak ahogy tudsz, és kicsit közelebb jövök. Nehéz. Jó, oké. Mehet a bicepszed. Csak az egyik. Most ki egy kicsit, aztán megint húztál, hogy bekölcsön. Hiszen itt vannak repedések, látod? Egy kicsit megrepet a bőröd. Picit. Régen, vagy amíg volt a gyúrás? A gyúrás elején. Aha, érdekes. Nagy súly miatt, tehát hogy... Jó, másik. Mint hogyha a bal formásabb, mint a jobb. Lehetséges. Kicsit magasabb itt ez a rész. Még egyszer a jobb. Hát ez nagyobb. Valóban ez nagyobb. Igen, jobb kezes. Igen, jó. Oldalról a biceps, kicsit közelebb jövök. Lehet pumpálni. Ja, tényleg. Légy szíves, akkor igen. Pumpáld föl. A bicepset szépen lassan, nem kell sietned. Úgyhogy lépj a szalagra, és akkor húzd föl. Mindenkét bicepset egyszerre lehetőleg. Úgy, csak fordul még egy kicsit jobbra, hogy a nap nem, jobbra. Jobbra. Másik jobb, így. Jó, oké, és most szépen lassan pumpál, úgy tartod a kezed. Nem a kalapács, hanem az a, ez a... Ja, ez így? Így, igen, és most lassan pumpált. Thank you.
kijönök az erek, nézd csak! Igen. Hát lehet, hogyha a jobb kezed kicsit eresebb, mint a bal. Aha. Jó. Lábad? Láb még nem volt, azt hiszem. Na, valami elmaradt? Valamit elfelejtettük? Megvan minden izomcsoport. Na, akkor húsz a páros biceps, a legizmosabb, a vegyest. Jó. Na, megy ez neked? Inkább a mell. A mell, ez a legjobb izmod szerintem. Húzd, még jobban össze, ha tudsz. Mert akkor még vastagabbnak tűnik, még erősebb. Pumpáld fel egy kicsit lassan. Folytasd csak, folytasd, egész jó. Az is jó. Tovább, tovább. Szerintem a mell neked ez genetikád. Lehetséges. Nem, biztos. Folytasd, majd föntről próbálok. Kicsit most már előre tőlhetsz, mivel úgy sincs állnék. Tekerd bele a kezed. Úgy, ez a legizmosabb. Na oké, van még egy kedvenced? Amit szoktál nézni tükör előtt? Hát én mindig ezt szoktam csinálni, hogy visíted ehhez. Jó, akkor... Mert ha elküldöm a vígy, akkor legyen rajta te kedvenced is. Te szoktam. Aha. Jó. Ezt szoktam, okay. Mert ugye itt akkor minden látszik. Igen, igen. De már nem lesz olyan hosszú, mint múltkor. Megígérem. Adja nekem a pólót.
Na, akkor mutasd. Volt. Igen, az is volt. Teker bele kezed, még jobban. Úgy, minden kettőt. Ez a legizmosabb póz. Azaz, nagyon jó. Oké, páros biceps, emeld fel a kezed, feszítsd rá, még jobban. Följebb. Úgy. Igen. Uh-huh. Jó, oldalról a biceps, pumpad föl egy kicsit, úgy. Uh-huh. Jó, folytasd. Uh-huh. Másik kezed. És te hol látod, hogy följött a 6 kiló? Felső test, alsó test? Has. Has? Annyira nőtt a hasad? Igen. Aha. Lehet nem látszik annyira, én érzem. Aha. Jó. Volt még ez a vegyes poszt, amit mutattam. Hogy itt felemeled a kezed. Ja, és így? Nem, hanem úgy. Ja, igen, ez. Ez volt ez a vegyes. Ez. Uh-huh. Jó, oké. Feszíts rá erősen. Igen. Jó, fordítva. Uff, vegyes van, ja, így van. Jó, na, még följebb egy kicsit. Oké. Akkor mehet még egy páros biceps. Tekerd be a kezed, ahogy csak tudsz. Még, akkor még formasabb az izom. Jó, és még ez a legizmosabb, hogy merre feszítsd, ahogy csak tudsz. Tudsz tűrni egy kicsit előre? Igen, és most vesz és folytasd. Uh-huh. Jó.